Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a pop shell-lel fogunk foglalkozni. Amit a Debian rendszerre fogunk telepíteni jelesen az MX Linuxra. Ezt azért emeltem ki, mert gyakorlatilag a 10 és 11-es Debianra ez a módszer jó, de esetlegesen egy régebbi verzióra nem biztos, hogy ugyanezzel a módszerrel a pop shell-t fel tudjuk tenni. Amíg beszélek, odáig egy bemutató videó fog a háttérbe menni, hogy megismerjétek, mi is az a pop shell és mire használható. Ez a gyártónak két videójának egy picit összevágott, összeillesztett videója, és így megtudjátok, hogy miről is beszélek, mi is ez, mire is lehet használni. Fontos, és kiemelem, még véletlenül sem a Pop OS telepítéséről fog beszélni, nem annak a bemutatása lesz, és kifejezetten nem fogok kitérni a Pop Shell használatára. Egyébként egyértelmű, nem lesz senkinek semmi gondja, hogyha ezt megtetszik, és szeretné használni, hogy üzembe tudja helyezni. Ennek a Pop Shell-nek csak a telepítési részét fogom bemutatni, hiszen egyértelmű a háttérbe menő videók alapján mindenki leszűrhette, ez egy csempézős eszköz a GNOME-hoz. Azaz gyakorlatilag annyit tudtok ezzel tenni, hogy felrakjátok GNOME alá, természetesen ismétlem GNOME kell hozzá, és a GNOME alatt tartózkodik és ott fog dolgozni, azaz más ablakkezelő vagy asztali felületen nem fog ez így működni, hiszen a GNOME Shell-nek egy kiterjesztése. Nagyon jó kiterjeszt, és mit csinál? Mit tesz? Gyakorlatilag annyit csinál, hogy elindítod a GNOME-ot és használod. Az ilyen lebegő ablakokat alkalmaz a megszokott, nagyon szép felületen, illetve természetesen a megszokott módon használod. Igen ám, de előfordulhat az, hogy szeretnéd egy kicsit csempézőssé tenni ezt a rendszert, azaz ilyen automatikusan rakosgassa fel az ablakokat megfelelő rács rendszerbe, és te azt szeretnéd használni. Nagyon egyszerű. Elindítod egy kattintással, majd a végén megmutatom, hogy hol kell ezt a kattintást megcsinálni, a Pop Shell kiterjesztést, és rögtön kapsz egy asztali felületen, azaz a GNOME-on működő, csempéző, ablakkezelő szerűséget. Azaz, amikor utána megunod azt, hogy csempézi az ablakokat, nem így szeretnéd használni, kikapcsolod, rögtön visszakapod az eredeti GNOME-t. Ez egy hibrid megoldás, azaz ugyanazon a felületen tudod a hagyományos GNOME-ot használni, és egy nagyon jó minőségű, csempézős ablakkezelést. Miért jó ez? Azért, mert vannak olyan feladatok, ami ez az egyik, vannak olyan feladatok, ami ez a másik lesz neked kényelmes. Ez saját tapasztalat, hiszen én párhuzamosan használok i3 VM-et, illetve XFCE felületet, azaz el-vissza váltogatom az adott feladatnak megfelelően a felületet, kijelentkezek, bejelentkezek. Itt elmarad ez a kijelentkezek, bejelentkezek, egy gombnyomás be, egy gombnyomás kikapcsolja ezt a lehetőséget. Ez egy hagyományos csempézős ablakkezelő, látható is a videón, hogy ide-oda rakosgatja, ide-oda lehet húzogatni egérrel az ablakokat, ami nagyon kényelmes. Automatikusan tudod elhelyezni oda, ahova neked kell, és át tudod mozgatni. Egészen okosan dolgozik, tehát megpróbálja kitalálni az én gondolataimat, ami igazából sikerült is neki, tehát nagyon megtetszett. Illetve, ami nagyon fontos, tudja azt a fülecskés megoldást, amit én kifejezetten szeretek, azaz ilyen halmozottan rakosgatja össze, felül egy kis fülrendszerbe az ablakokat, és ak között tudok váltogatni. A rendszert tudod kézzel, bocsánat, így mondom, egérrel is vezérelni, tehát lehet látni a videón is, hogy ide-oda tologathatja az ablakokat, ide-oda helyezgetheti, nem kell billentyű kombinációkat használni, de ha éppen a billentyű felett van a kezünk, akkor azt is tudjuk használni, azzal is tudjuk vezérelni. Ami nagyon fontos, természetesen mindenki tudja, hogy a Pop OS, tehát az a rendszer, amiből ezt át fog ide rakosgatni, az bizony Debian alapú, Ubuntu alapú, ami Debian alapú, így pontosabb, és vannak hozzá Deb csomagok. Ezeket nem kell letöltögetni és beinstalálni, ez gányolás.
Ez két okból gányolás. Egyszer azért gányolás, mert hogyha a Debian 11-re alapuló MX-et használok, akkor egy másik rendszer DEB csomagjait nem igazán jó, hogyha oda beletuszkolok, mert nem lesz egységes a rendszerem, nem fog szépen működni, lehet, hogy működik, lehet, hogy nem. Két esélyes, ezt kerülni kell. A másik, mert a leírásba olvastam azt, hogy bizony, ha nem úgy telepítitek, ahogy én elmondom, akkor előfordulhat az, hogy a billentyű kombinációkat nem fogja átérni. Kitérek erre, a GNOME billentyű kombinációkról is vezérelhető, bár nyilvánvalóan inkább az egér vezérlés az, ami jobban elterjedt. Ezeket át fogja írni neked a POP Shell. Erre nagyon figyelj. Oké. A telepítés nagyon egyszerű. Én a telepítést úgy szoktam megoldani, hogyha két sor beírásánál több kell, hogy csinálok hozzá egy kis leírást, hogy abból másolgassam be azokat a sorokat, amire nekem szükségem van. Azaz nem scriptet írok hozzá, mert szeretem látni, hogy mi történik, hanem egyszerűen egy listába összeszedem a teendőket. A lista nagyon egyszerű, nézzük is meg. A lista nagyjából így néz ki, én MacDraw rendszerbe szoktam írogatni, ez egy jelölő nyelv, igazából volt róla a cikk, nagyon szépen lehet vele dolgozni. Itt van az alap idézőjelbe forráskod, amiben különböző rendszer szerint hashtagekkel, pontokkal, egyebekkel, mindenféle vesszők ide-oda helyezgetésével lehet formázni. Na nézzük is meg, hogy miről van szó. Hát ezt felhúzom, hogy a szebb verziót lássátok. Tehát a POP Shell telepítése MX Linux alá fog történni. Először is arról beszéltem, hogy kell hozzá egy minimális GNOME. Azaz egy GNOME-ot telepíteni kell. Ez nagyon egyszerű MX Linux alatt, más rendszer alatt is. Természetesen, ha nincs, akkor fel kell tenni. Én az MX csomagkezelőt fogom erre használni. Majd utána egy parancsorral feltesszük azokat a részeket, amire mindenképp szükség lesz a POP Shellhez, hiszen ezekre szükség van a fordításhoz, az elkészítéshez és egyéb. Ezek egy része természetesen fent lehet már a gépeden, majd szól, hogy bocs, de fönt van, mit csináljak, nem csinál vele semmit, a következőre lép és telepít. Utána ki kell lépni a felületből és vissza GNOME-ba, azaz GNOME alatt fogod tudni telepíteni, hogy a GNOME Shell fusson akkor, amikor neked éppen arra szükség van, azaz a telepítő script, amit le fogunk tölteni, illetve azok a dolgok, amiket le fogunk tölteni, a GNOME Shell-t elvárja, hogy az fusson. A következő lépés a POP Shell-nek a telepítése, a git clone, és megadjuk a célt, ezt szépen letölti, majd meglátjátok, majd utána belépünk ebbe a Shell könyvtárba, ahova letöltötte, és elindítjuk ezt a parancsot. Egyetlen kérdést fog csak feltenni, szeretnéd átiratni a billentyű kombinációkat, avagy nem? Mi természetesen tesztelés okán szeretnénk átiratni, és utána le is fut, és utána már működni is fog ez a rendszer. Semmi, ismétlem, semmi olyan lépés nem lesz, amit ne tudnánk megcsinálni egyszerű bemásolással. Bemásoljuk ezt a három sort egymás után, és működni fog a dolog. Első lépésként én MX Linux alatt vagyok, ezt már mondtam, telepítést az MX csomag telepítővel fogom a nagyobb részét megtenni, ő fogja tudni az összes függőségét, mit szeretne feltenni, tehát egy kész környezetet szeretnék elérni ezzel a parancssal, ezzel a lépéssel, ne kelljen parancsorba beírogatni mindenfajta függőségeket, mindenfajta jó, ha fent van dolgokat. Nagyon-nagyon egyszerű, ide megyünk az első, a népszerű csomagok közé, asztali környezetet kiválasztjuk, és nyilvánvalóan nekünk egy GNOME base kell. A GNOME-nak a minimális, nem teljesen, csak alap, inkább így mondom, alap bázis telepítését szeretném megcsinálni, minimálisan rakja fel. Elegendő lesz számunkra, jelen pillanatban nem az a célunk, hogy a GNOME-ot telepítsük, hanem mi természetesen egyetlen egy lépést szeretnénk megtenni, legyen már valami GNOME, ami futtat egy GNOME shell-t, hogy így mondjam, és akkor majd mi arra feltesszük a POP shell-t. Ennyi, Instalt nyomunk, természetesen kapunk egy kis kiírást, majd utána gondolkodik, le fogja tölteni, amit kell, és utána mi a következő lépés?
nekem leállítani a felvételt, és utána vissza fogok lépni GNOME felületre, egy relatív minimális letisztított GNOME felületre, és mit teszünk? Hát utána folytatjuk a munkát. Ki lehet választani azt a kezelő szervet, ami indításkor, ki és bejelentkezéskor dolgozzon, akármelyiket választhatod a kettő közül, és utána next-re nyomunk, és elvégzi a dolgát egy pillanat, és utána készen is vagyunk. Szépen dolgozik, nem fog itt semmi olyasmit csinálni, ami nekünk beavatkozást kíván. A lényeg az, és ezt tapasztalatból mondom, érdemes előtte felfrissíteni a rendszert egy upgrade-del, mert akkor nem fog menet közben frissíteni semmi, legfrissebb lesz, és készen is vagyunk. Leállítom a videót, majd utána átlépek GNOME-ba. Miután újraindítottam a rendszert, illetve ki és beléptem, kiválasztottam a megfelelő GNOME munkamenetet, ugyanazt látjuk, mint egy normál alaptelepítésű GNOME-ba vannak ablakok, amik lebegnek, illetve hát a normál működésnek megfelelően dolgozok. Megnyitottam a Genit, amivel éppen szerkeztem a szövegeket, meg egy terminált nyitottam. Azért mozgatom így az ablakokat, hogy egyértelmű legyen, semmi egyéb nem történt, nem is csináltunk semmit, amivel más lenne, mint amit megszoktunk. A következő, hogy felrakjuk azokat az eszközöket, ami ezen kívül kell, illetve megpróbáljuk ezeket telepíteni. A megpróbálás itt jelen pillanatban azt jelenti, hogy Enterrel elfogadtatjuk a bemásolt parancsort, és megadom a titkos jelszavamat, ami nem három betű, de nyilvánvalóan ezt már többször mondtam, elindul a telepítés, föl fog telepíteni egy csomó mindent, hiszen két-három fordító program ahhoz tartozó nyelvekhez tartozó cuccokat felhozza, ja persze ezek kellenek, légy szíves feltelepíteni. Először a GNOME-ot telepítettük föl, majd ezt megtehettük volna az egészet egy lépésbe, de gyakorlatilag én azért szerettem volna ketté választani a hozzátartozó fordító egyéb eszközöket és a GNOME különválasztását. Miért? Mert egyértelműen lehessen látni, hogy kell egy GNOME. Azaz ez máshol nem fog működni, majd át kell lépni a GNOME-ba, hogy előtte vagy utána rakjuk föl ezeket a cuccosokat, az egyéni preferencia. Én szeretem ilyen szép lépésenként megtenni a dolgokat, ha van rá lehetőség. Oké, a következő egy GitHub oldalnak a másolása, klónozása, ami szintén annyiból áll, hogy mivel elkészítettem ezt a kis sugot, bemásoltam ide, és leenterezem. Oké, meg is történt. Nagyon gyorsan lejönnek ezek rövid, szöveges kis cuccok, nem lesznek ebbe nagy videók, nem lesznek ebbe semmi olyan dolgok, ami hosszú ideig tartana. Lejött. Oké, következő, lépjünk be a Shell könyvtárba. Oké, belépünk a Shell könyvtárba, ez is villámgyorsan megtörténik, és utána méke, lokál, kötőjel, installt fogjuk megadni, ezt szépen kijelöljük, és ide bemásoljuk, és indul a dolog, és el fog indulni, teszi a dolgát. Itt jön a kérdés, hogy szeretnénk-e a gyors billentyűket megváltoztatni? Yes, oké, ennyi volt, és volt egy nagy villanás, és utána elmondta azt, hogy végzett, örül neki, és minden szuper. Oksi, utána megkaptuk ezt az új kis ikont, itt a báron, mit látunk? A Tille Windows bekapcsoljuk, ne kapcsoljuk be, persze, hogy bekapcsoljuk, hiszen ezt szerettük volna tenni. Megnézzük az alap minimális gyors billentyűt, illetve megnézzük a következő beállításokat, geppeket tudod állítani. Hú, ez nagyon jó, hiszen az i3 VM-et azért használom a GAPS verzióval, mert a ablakok között van egy kis rés. A 2-3-4 pixeles kis rés az ablakok között
nem fog elvenni semmi olyan területet a monitorról, amit sajnálnánk, jobban néz ki, meg az ablakok mozgatása, ablakszélek megfogása és egyéb ilyen nagyon szépé teszi a munkákat, kényelmesebbé teszi a munkákat, meg hát a keretszint tudod megváltoztatni. Na, maradjunk annyiba, egyik se olyan beállítási lehetőség, amire hát igazából valami doktori végzettség kell, meg hogy bizony, hát azt meg tudjuk tenni, meg értelmezni tudjuk. A következő gondolata, mindegyiket bekapcsoljuk, és utána használni tudjuk. Ops, látható, összeugrott a megfelelő módon. Most még egy ablakot be fogok oda tenni. Ide a következőt is tegyük alája, és utána fogjuk és mozgassuk bele ebbe a fülecskés rendszerbe. Látható, kényelmes? Igen, kényelmes. Rakosgatom őket, lehet látni gyors a váltás, kényelmes a váltás, azaz minden olyan funkciót egérrel meg tudsz tenni, amit máshol billentyű kombinációkkal gyakorlatilag mozgathatod, egyesítheted a füleket, oda mozgatsz mindent, ahova szeretnél, nem lesz ezzel szerintem senkinek különösebb gondja, kényelmesen használható ez a megoldás. És miután meguntuk a rakosgatást, ezt meg akartam mindenképp mutatni, hogy visszatérhessünk az eredeti Gnome-hoz, megnyomjuk a Windows Y-t, abban a pillanatban lebegővé válik minden, és ahogy lehet látni, nem fogják alkalmazni azokat a csempézős feladatokat, amiket előbb meg tudtunk csinálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én mindenképp azt mondom, hogy egy próbát megér. Ha natívan használod a Gnome-ot, azaz az a kedvenc felületed, ez nem jelent gondot. Felteszed, kipróbálod, tetszik, nem tetszik, oké. Ha pedig mégse nem Gnome-ot használsz, akkor is érdemes kipróbálni, mert egy olyan felületet kapunk igaz Gnome alatt csak, ami egyszer ablakkezelős, egyszer pedig a natív Gnome rendszert használja, azaz használhatjuk így is, meg esetleg használhatjuk így is. Nagyon-nagyon kényelmes. Amire mindenképp érdemes figyelni, hogy nem feltétlenül kell a Pop OS-t ehhez használni. Bár hogyha megtetszik ez a rendszer, és úgy gondolod, hogy azt a rendszert, ami ezt kifejlesztette, azt a disztribúciót, ami ezt kifejlesztette, és annak az összes kényelmi funkciójával, összes szépészeti funkciójával, kipróbáltam Gnome OS egy live DVD-n, illetve hát USB-penen, nagyon szép felület, nagyon kényelmes, nagyon gyors, de lényeg az, hogy akkor esetlegesen azt is fel lehet telepíteni, ha éppen megtetszik, és akkor még ehhez a panelját, az alul lévő kis panelját, egyebet is tudod kényelmesen használni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, én mindenképp azt javaslom mindenkinek, próbálja ki, vagy legalábbis nézze meg ezt a videót. Sziasztok, sziasztok!